Úgyhogy a mai siúrunknak egy nagy része a Rosh Hashanával fog foglalkozni, ami szerintem mindannyiunknak csak örömöt tud okozni. De van itt egy másik érdekes Asgaha Pratis, egy másik isteni gondviselés. Ha visszaemlékeztek, akkor a tegnapi 38-as lapon, a lap végén arról volt szó, hogy nem szabad az ünnepről a szombatra, és a szombatról az ünnepre készülni. És ez merült föl, hogy talán ez az oka annak, hogy lehet vagy nem lehet külön kezelni egy olyan szituációt, amikor az ünnep és a szombat közvetlenül követik egymást. És lehet, hogy ez az oka annak, hogy nem lehet két éruvot csinálni, egyet az ünnepre, egyet a szombatra, mert hogy ugye az ünnepen nem lehet készülni a szombatra. És akkor azt mondta a Talmud, akkor ebbe belement a Talmud, hogy hogyan is csinálja a szombatra való éruvot, úgyhogy kirakja az ételt, tehát hogyha csinálnák, tehát mondjuk péntekre esik az ünnep, és így akkor egymás után jön az ünnep és a szombat, és én a ünnepen kimegyek, hogy csináljak éruvot a szombatra, akkor azt hogyan csinálom? Úgy csinálom, hogy kiviszek ételt, vagy úgy is csináltam, hogy én magam kigyaloglok oda, és leülök a új székhelyemen, ami az éruv lesz szombatra. És akkor arról szólt a diskurzus az utolsó pár sorában a 38-as lapnak, hogy ez nem számít szombatra való készülésnek, mert nem csak semmi más, csak kimegyek, leülök, és ezzel kifejezem, hogy itt lesz a székhelyem. Nem kell, hogy mondjam, hogy itt van a székhelyem, mert ha mondanám, hogy itt van a székhelyem, akkor ezzel készülnék a szombatra. De nem kell, hogy mondjam, és csak leülök, ezzel már létrejön az új székhely, és nincs készülődés ezzel a szombatra. És ha visszaemlékeztek, én azt mondtam, hogy nem értem pontosan ezt, mert önmagában az, hogy kigyaloglok ahhoz a ponthoz, ezzel már készülök a szombatra. Mi a különbség? Ugye, már azzal, hogy kimegyek, mindegy, hogy mondok valamit, vagy nem, ez egy készülődés a szombatra. És ugye ünnepről tilos készülni a szombatra. És mondtam, hogy hát nem tudom, hogy mi a magyarázat erre, nem értem, de majd utána nézek. Nos, nem volt időm utána nézni, hanem az történt, hogy amikor elkezdtem készülni a mai órára, akkor látom, hogy ez az a kérdés, amit maga a Talmud föltesz rögtön a lapnak az elején, a folytatásban. Tehát kivantile das gdoilim, az egyik oldalról egy igazi ámhórec vagyok, egy tudatlan, aki nem ismerte korábban a Éruvin traktátus 39-es lapját, a másik oldal pedig mégiscsak jó érzés, hogy az ember gondol arra a kérdésre, amit maga a Talmud föl fog tenni. Biztos nektek is jó érzés szokott lenni, amikor van valamilyen téma, és kérdeztek egy kérdést, és mondom, hogy nagyon jó a kérdés, mert erről beszél maga a Talmud. Szóval a 38-as lap alján pontosan ezzel a kérdéssel kezdünk. Amelé rába bárháni lábáje, íháv ismáj lélem már de tánye, lajálik adom le szépsze, de jó léde már hit szicha. Ki jöjtse baj, lej tájl adom, alpeszach mi dinok, de se íhán eszlem elhatsz miád, hadar bej. Azt mondta rába bárháni, ráv, Rába bár Ráv Hanin, Abájének. Abáje, te azt mondod, hogy itt az nem számít szombatra való készülédesnek, az ünnepen, hogyha csak leül a helyén, az új székhelyén az illető, kigyalogol pénteken, ami ünnep volt, kigyalogol arra a helyre, amit az új székhelyének, az éruvjának akar tekinteni, éruv tchuminnak, és ott leül, hogyha ezt csinálja, akkor ez nem számít készülédesnek. Ha jól figyeltél volna a báje, mondja Rába bár Ráv Hanin, és tudnád, ismernéd azt a törvényt, amit különben mi is tanultunk, még azt hiszem a szombat traktátusban, hogy az embernek nem szabad kimennie szombat délután a földjére, azért, hogy amikor kimegy a szombat, akkor rögtön hozzá tudjon látni a földön a munkához. Vagy nem szabad kimennie, hogy...
elmennie mondjuk a fürdőhöz, azért, hogy ahogy kimegy a szombat, rögtön meg tudjon fürödni a fürdőben, akkor visszavennéd azt, amit mondtál, hogy az éruv nem számít éruvnak, vagy az éruv nem számít szombatra való készülődésnek, ha csak kimegyek, de nem mondok semmit, hanem csak leülök az új székhelyemen, mert ez is ugyanaz a kategória. Ha kimegyek pénteken, ami ünnepre esik, kimegyek az új székhelyemre, és ott leülök, és ezzel csinálok egy éruvot, akkor készültem az ünnepről a szombatra. Mi a különbség? Ugyanúgy tilos készülni az ünnepről a szombatra. Akkor miért mondod, hogyha nem mondtál semmit, akkor az nem készülés a szombatra? Azt mondja, erre a Talmud, velöj hi, smájlej, velöj haderbe. Hasza muhacha milsa, ha láv muhacha milsa. Azt mondja, Talmud, nem. A kettőt nem lehet egy lapon említeni. Miért? Ha én kimegyek szombat délután a fürdőhöz, és hogy megspóroljam a gyalogutat, és rögtön a szombat kimenetele után meg tudjak fürödni, az valóban egy szombaton történő készülés a hétköznapra egy félreérthetetlen helyzet. Miért? Mert amikor kigyaloglok a fürdőhöz, mindenki látja, hogy a fürdőhöz megyek, és mit fognak látni az emberek? Illetlen dolog, az ember szombat délután készül a szombat kimenetelére. Ugyanez a helyzet, hogyha kimegyek a termőföldemre szombat délután, hogy Sábesz kimenetele után rögtön el tudjak kezdeni dolgozni ott. Milyen mindenki látja, mit keres egy ember a termőföldje, miért megy ki, mert szombat délután nem szokott elmenni sétálni a termőföldjére. Viszont amikor kimegyek péntek délután, ami ünnep, hogy éruvot csináljak szombatra, az emberek nem tudják, hogy miért megyek ki, nem csak semmit. Kimegyek, kisétálok, leülök valahol, visszajövök. Mit fognak mondani az emberek? Azt mondják mondani, hogyha ez egy rabbi, vagy egy tudós, akit most itt látnak, hogy kisétált péntek délután, azt fogják mondani. Így szóval, mert a bananhu, amrinan smájt a sáhtej. Azt fogják mondani, biztos elgondolkodott azon, amint tanult, és kisétált oda, és azért az ember gondolkodás közben szokott sétálni. Ha nem egy rabbiról van szó, nem egy tudósról, hanem egy ámhóorecről, egy tudatlantról, akkor azt fogják mondani, Rina, hámra érkeszlej, akkor azt fogják mondani, hogy keresi a szamarát. Keresi a szamarát, és azért elsétál távolra, de nem, ugye, ha a szamár a Tchum Sábeszen belül van, a szombat határon belül van, akkor nyugodtan meg lehet keresni ünnepnapon. Tehát azt fogják mondani, hogy magyarul, hogy sétálok. És ezért itt nem fogják azt gondolni az emberek, nem fog úgy tűnni, mintha ez egy készülődés lenne a szombatra, ünnepnapon. Oké. Okay. Nézzük tovább a Talmudot. Ugye Rabbi Yehuda tanítását fogjuk most ismét idézni. Gufa, Amar Rabbi Yehuda, Érebe rágla bejem nisem, Árebe rágla sejn, Érebe pász bejem nisem, Árebe pász bejem sejn, Érebe pász bejem nisem, Árebe rágla sejn, Érebe rágla sejn, Érebe pász bejem sejn, Érebe betchila be pász. Ugye azt mondtuk tegnap, hogy kétféle módon lehet éruvat csinálni. Ugye kétféle módon lehet a Tchum Sábeszt, a szombat határt kitolni. Vagy azzal, hogy kihelyezek egy ételcsomagot arra a pontra, ahonnan szeretném számítani a székhelyemet, ahonnan gyalogolhatok 2000 lépést. Vagy azzal, hogy én magam kimegyek erre a helyre, és ott leülök, és amikor bejön a szombat, akkor ezzel kifejeződik tulajdonképpen, hogy ez az én székhelyem erre a szombatra, utána hazamehetek, de mindenképp az a hely lesz az én székhelyem. Most ugye Rabbi Yehuda megengedi, hogyha itt két nap jön egymás után, előbb van egy ünnepnap, és utána van a szombat, vagy fordítva, akkor megengedi, hogy szétválasszam a két napot, és mert nem tekinti ezt a két napot egy egybefüggő szentségnek. Emlékezzetek vissza, ez volt a központi témánk tegnap. A kérdés az, hogy lehet-e váltogatni a kétféle éruvot. Ha azt mondom, hogy lehet váltogatni, szétválasztani ezt a két napot, lehet-e olyan szinten is szétválasztani, hogy az egyik napra csinálok éruvot étellel,
a másik napra csinálok éruvot azzal, hogy kigyaloglok a helyszínre. Mit mond erre Rabbi Júda? Rabbi Júda azt mondja, hogy ha az első nap étellel csináltam, a második nap lehet gyalogosan csinálni. Tehát, hogyha a csütörtök délután a péntekre szóló éruvot azt étellel csináltam, akkor lehet pénteken a szombatra szóló éruvot gyaloglással csinálni. De a csütörtökön a péntekre szóló éruvot azt gyaloglással csináltam, akkor nem lehet pénteken a szombatra szóló éruvot étellel csinálni. Miért? Se én me árvin be pász, és én me árvin be tchila be pász. Miért? Mert hogyha nem csináltam a kezdetben, tehát csütörtök délután már étellel éruvot, akkor amikor, hanem csak a gyaloglással, akkor amikor péntek délután csinálok éruvot étellel, akkor az olyan, mintha egy új éruvot csinálnék, és az tényleg olyan, mintha az ünnepről készülnék szombatra. Ha éruvot csináltam már csütörtök délután a pénteki napra, és tulajdonképpen csak megismétlem ezt pénteken a szombati napra, akkor ez nem tűnik egy olyan erős ünnepen való készülésnek szombatra, mert tulajdonképpen csak folytatok valamit, ami az ünnep előtt elkezdődött. De ha eredendően csütörtök délután gyalogosan csináltam az éruvot, és most péntek délután pedig bevezettek egy új módszert, már az én szempontomból újat, hogy étellel csinálom, akkor az tényleg olyan, mint hogyha ünnepen készülődnék szombatra. Amara vási indik, nám imasz niszi, érőbe pászbélyem is, arrebe pászbélyem se inni. Amara Smuel, oba is a pász. Még egy fontos törvény. Akkor ezek szerint étellel csak úgy lehet a második napra éruvat csinálni, hogyha az első napra is már csináltam étellel éruvat. Ehhez hozzáteszi Smuel, hogy ráadásul ez az étel, amivel pénteken csinálom a szombati éruvat, az ugyanaz az étel kell, hogy legyen, amivel csütörtökön csináltam a pénteki éruvat. Amara vási dikanál masz nisszindek tanni kétszátú a iszem, hogy lihajber is sajnú, másik valav, nöjtelú balaj, besényú, másik lav, éjjelú balaj. Azt mondja a Talmud. Ez a mi misnánkból is ezt tűnik ki, hogy valóban ugyanaz a étel, ugyanaz a kenyer kell, hogy legyen, amivel a pénteken csinálom a szombati éruvot, mint amivel csináltam csütörtökön a péntekre szóló éruvot. Mert maga a misna is úgy fogalmaz, hogyan kell csinálni az éruvot, mondja a misna, ha visszaemlékszünk. Kimegyek csütörtökön, kirakom az ételt, megvárom, hogy besötétedjen, bejön az ünnep, hazaviszem az ételt. Kimegyek péntek délután, kirakom az ételt, ismét, és megvárom, hogy besötétedjen, és megeszem az ételt. Akkor ez tényleg úgy tűnik, mintha ugyanazzal az étellel csinálnám. És ez megerősíti Smuelnek a véleményét. Azt mondja, a Talmud ver a banon. Okay. Mit fognak mondani azok a bölcsek, akik ezzel nem értenek egyet? Tényleg a misnából úgy tűnik, hogy ez ugyanarról a ételről, ugyanarról a kenyérről szól. Azt mondja, a Talmud dilma hasza, mécet tegveke más manan, nincs többről szó, mint arról, hogy a misna egy jó tanácsot ad. Hogy használhatod ugyanazt a kenyeret az első napra, mint a másik napra, de nem arról van szó, hogy ez egy kötelesség. Okay. Ezzel ezt a kérdést és ezt a témát bizonyos értelemben lezártuk, és most rátérünk a Rosh Hashanai témánkra. Ugye? Jeleztem, hogy micsoda isteni gondviselés, hogy pont egy nap van hátra Rosh Hashanáig, és így hozta a gondviselés, hogy ma Rosh Hashanáról fogunk tanulni. Most ahhoz, hogy értsük, hogy miről van szó, egy gyors kis felkészülést, kis háttérinformációt, amit lehet, hogy kedves hallgatóink és tanulótársaink egy része már jól ismer, de azért egy kis ismétlés nem fog ártani, és lehet, hogy egy pár új részlettel fog gazdagodni a tudásotok. Ugye mindannyian tudjuk, hogy van egy különbség az Izraelben tart az ünnepek között, Izraelben és a diaszpórában. Mi a különbség? Az ünnepek Izraelben egynaposak,
a diaszporában két naposak. Tehát mondjuk Sávuot, Izraelben egy napos, diaszporában, Izraelen kívül két napos. Szukot első ünnepnapja, Izraelben egy napos, diaszporában két napos, stb. Stb. Két különbség, vagy két eltérés van ebben. Kivétel Jom Kipur, ami hála Istennek mindenütt egy napos, gondoljunk be, milyen durva lenne, hogyha itt két napot kellene böjtölni. És Rosh Hashaná, ami Izraelben is két napos. Mi most nem, most Rosh Hashanára fogunk koncentrálni, hiszen arról van szó. Mi az oka annak, hogy az ünnepek a diaszporában két naposak, honnan jön ez a szokás, úgy általában? Vagy ez a dolog. Ugye a Tóra maga egynaposként nevezi meg az ünnepeket. Miért lettek a diaszporában az ünnepek kétnaposak? Nincs olyan szöveg a Tórában, és szólt az örökkévaló Mózeshez, hogy Budapesten kétnaposra tartsátok a Sávuot ünnepét. Ilyen dolog nincs a Tórában. Akkor honnan jött ez a dolog? Ugye magának a zsidó naptárnak a lényege, az alapja, az a hold. Az új hold. Ugye egy hónap, az tulajdonképpen a hold megújulás teljes ciklusát viszi végig. Van egy új hold, meg van az új hold, növekszik a hold, csökken a hold, de már amit látunk a holdból, természetesen a hold az ugyanakkora marad, és eltűnik, majd újra megjelenik. Ez a ciklus, ez 29-es fél nap. Mivel ez 29-es fél nap, ezért úgy jön ki, hogy a zsidó naptárban egy hónap, az vagy 29, vagy 30 napos. Miért? Mert fél napok nincsenek. Ugye attól azon múlik, hogy ez a fél nap az nappalra esik, vagy estére esik. Tehát nagyjából úgy jön ki, hogy egy hónap 29 napos, egy hónap 30 napos. Mi múlik? Mikor látjuk az új holdat? Ha a 29. napot követő este már látom az új holdat, akkor az nem 30-a, hanem már a következő hónap elsője. Ha nem láttam a holdat a 29-ét követő este, akkor biztos, hogy a 30-át követő este meg fog jelenni. És akkor pedig a 30. nap az 30. nap, és a 31. nap lesz elseje. Régen a tórai törvényt követve, amikor még állt a szentély, akkor ezt úgy csinálták, úgy határozták meg, hogy ült a Bézdin, a Sanhedrin, Jeruzsálemben a bíróság, és várta 30-án, hogy jöjjön két tanú, legalább két tanú, akik jelentik, hogy hello, tegnap este kint voltam Netanyában, a tengerparton, és láttam a holdat. Ha tegnap este láttad a holdat, az azt jelenti, hogy 29 napos volt az előző hónap, és ma pedig már elsője van. Most ha jött két ilyen tanú, akik tanúsították, hogy látták a holdat, akkor a Bédin, a Sanhedrin kihallgatta őket, meghallgatta, kikérdezte, különböző becsapós kérdéseket tettek föl nekik, és hogyha minden helytállt, akkor kihirdették, hogy a mai nap elsője van. Ha nem jött két tanú 30-án, és senki nem látta a holdat, ugye ennek lehet az az oka, hogy még nem, tényleg nem volt mit látni, az is lehet az oka, bár Izraelben ez ritkábban fordul elő, hogy felhős volt az ég például, és nem lehetett látni a holdat. Mindenképp, ha nem jött két tanú, akkor azt mondták, hogy jó, hát nem jött két tanú, akkor ma 30-a van, és holnap már mindenképp új hold lesz, tehát holnap lesz elsője. Most, és ők hirdették ki, hogy mikor van új hold, hiába a számítások, csillagászati számítások már akkor is voltak, tehát pontosan tudták különben, hogy mikor jelenik meg az új hold, de mindenképp a tanúkra kellett hagyatkozniuk, és ők hirdették ki, hogy mikor van új hold, és mikor lesz elsője. Annak, hogy mikor van elsője, azért van hatalmas jelentősége, mert innentől számítjuk, hogy mondjuk mitkortól van 15-e, ami egy ünnepnap, vagy 10-e, ami Jom Kipur. De nincs semmi gond, amint megtudtuk, hogy melyik nap az elsője, akkor a Bédin kihirdette egész Izraelben, hogy mindenki tudja, hogy mikortól kell számítani az első napot, és innentől fogva számolták az emberek a adott dátumig a napokat, és tartották meg az ünnepet. Igen ám, csak a hírt nem lehetett olyan könnyen eljuttatni, mint manapság egy Facebook bejegyzéssel, hogy mikor van új hol. A diaszporában nem lehetett ezt eljuttatni, és sok helyen nem jutott el a hír,
hogy mikor volt elsője, és ezért az ünnepet a biztonság kedvéért két napon, mind a két napon megtartották. Lásd például Jom Kipurt. A Jom Kipurt is különben két napot beütöltek. Ami azt jelenti, hogy ebben az időszakban ez egy szafek volt, egy kérdéses szituáció, és ezért rendelték, és ezért volt az, hogy a biztonság kedvéért két napot tartottak. Körülbelül 1700 évvel ezelőtt létrehozták azt a fix naptárt, amit ma is használunk, abban maradt az, hogy a Bézlin a tanúk alapján hirdesse ki az újholdat, és innentől fogva előre meghatározott napokon van az újhold, mindenki tudja előre, hogy mikor lesz az újhold, és azt is tudja, hogy mikor lesz előre az ünnep, de a rabbik azt mondták, hogy annak emlékére, hogy valamikor régen a diaszporában kétnaposak voltak az ünnepek, Jom Kipur kivételével azért nem akartak ilyen kegyetlenek lenni, Jom Kipur kivételével minden ünnep legyen kétnapos. Ennek az emlékét megtartva a diaszporában. Rosh Hashanah Izraelben is kétnapos. Miért? Azért, mert Rosh Hashanah maga újholdra esik. És ezért tulajdonképpen hogy nézett ki Rosh Hashanah, amikor még a tanuk alapján hirdették ki az újholdat? Ha kihirdették az újholdat, akkor egyben az új évet is kihirdették, egyben kiderült, hogy a mai nap ünnep, ha nem hirdették ki, akkor kiderült, hogy a holnapi nap lesz ünnep. Igen, nem csak ez maga a kihirdetés sem tudott tökéletesen menni, mert ha én kihirdettem, hogy ma van az ünnep, hogy tudom eljuttatni kellő idő alatt, akár a közvetlen szomszédságomban azt, hogy ma van az ünnep, mondjuk Jeruzsálemben szétmegy a hír, ahol a Sanhedrin ülésezett. De egy távolabbi izraeli városban már nem jutott el a hír. És ezért ezt az ünnepet Izraelben is legtöbb helyen kétnaposan tartották. Hogyha kétnaposan tartották, akkor ennek emlékére azt mondták a rabbik, hogy a fix naptár létrejötte, után is Rosh Hashanah az Izraelben is legyen kétnapos. De van itt még egy csavar a történetben. Ugyanis a Talmud azt meséli, hogy ezzel a rendszerrel még a fix naptár bevezetése előtt volt egy probléma. Mi volt a probléma? Ha a Sanhedrin ülésezett a szentélyben, és képzeljük el, hogy ma Elul 30-a van, és nem tudom, hogy ma új év van, mert mindjárt jönnek a tanúk, akik elmondják, hogy tegnap este látták a holdat, vagy nincs új év, nem új év van, hanem még Elul 30-a van. Várok, és ugye annak, hogy most új év van, vagy nincs új év, nem csak abban a szempontból van jelentősége, hogy milyen, hogy szabad-e dolgozni, mert nyilván a biztonság kedvéért nem dolgoztak ezen a napon, hanem azon is jelentősége, hogy milyen áldozatot hozunk, milyen imákat énekelnek a léviták a szentélyben, és itt tovább, és itt tovább. Történt egyszer, hogy várt a Sanhedrin, nem jöttek a tanúk, kaszták, jó, sorry, ma nem volt új év, meghozták a lezáró áldozatot, a mincha áldozatot a szentélyben, és miután ezt megtették, hirtelen becsúszott két tanú, és kiderült, hogy tényleg mégis új év volt ma. És ez egy olyan lehetetlen szituációt okozott, hogy innentől fogva azt mondták, nem fogadunk több tanút a mincha után, és eleve kialakult egy ilyen tulajdonképpen szituáció, hogy úgy tekintették, hogy a két nap, rososan a két napja, az egy egybefüggő szentség. A biztonság kedvéért eleve tartsunk két napot. És ezért hívjuk rososanát Jaima Richta, egy hosszú napnak, innen jön különben a kifejezés, hogy hosszú nap, amit amúgy Jom Kipurra szoktak mondani, de egy hosszú nap, egy 49 órás hosszú nap a Rosh Hashanah. Most, hogyan kapcsolódik ez a mi ügyünkhöz? Korábban beszéltünk arról, hogy mi van akkor, látom, itt kérdések vannak még itt az újhold kapcsán, akkor gyorsan ezeket végigveszem. Gábor azt kérdezi, tényleg mi volt a hamis tanúk büntetése egy ünnep bevetéssel kapcsolatban?
nem látom a folytatását a kérdésnek, de mi volt a büntetésük? Összesen nem tudom. Ki lehetett tanú, kiválasztotta őket, a több kata azt kérdezi, ha több két tanú volt, mitől függött, kinyelje hamarabb bebocsátást a Sanhedrin elé. Ugye a gyakorlatban itt az, hogy a ki lehetett tanú, arról majd külön fogunk beszélni, hogy ki mindenki lehet tanú, ki nem lehet tanú, tehát ki az, aki a tanúskodás általában arra nem alkalmas, mondjuk szellemi fogyatékos, kiskorú, és így tovább, és így tovább. És amúgy pedig az, hogyha több tanú van, olyan tanú nincs, azt nem fogadtuk el tanú, aki azt mondta, hogy nem láttam a holdat. Ez nem érdekes. Az az érdekes, hogy ha látta a holdat, most csak 4, 5, 10, 100 tanú van, akik azt mondták, hogy látta a holdat, akkor nincs annyi jelentőség, hogy kit engedünk be előbb, mert mindenki ugyanazt mondja. Az egy másik kérdés, hogy olyan szituáció előállhatott, hogy én azt mondtam, hogy én láttam tegnap Netanyán a holdat, és jön egy másik tanú, és azt mondja, hogy te apukám, te nem láthattad Netanyán a holdat, mert velem voltál életon. És akkor én hamis tanúvá válok. De ő nem az állításomról tesz, lényegi tartalmáról tesz tanúságot, hanem arról, hogy én nem mondhatom, hogy ez így volt, mert én valamilyen körülmény miatt másut voltam. Oké. Okay. Hogyan kapcsolódik ez a mi esetünkhöz, a mi témánkhoz? Tegnap arról volt szó, hogyha van egy olyan szituáció, hogy van egy ünnep pénteken, és azt közvetlenül közvetíti a Sábesz, akkor azt egy-egy befüggő szentségnek tekintem, és nem lehet két különféle íruvot csinálni rá péntekre, keletre, szombatra, nyugatra, és így tovább. Vagy pedig két különálló szentségnek tekintem. Most az a kérdés, hogy ha értjük, hogy itt van egy vita ezzel kapcsolatban péntek és szombat kapcsán, de mi a helyzet Rosh Hashanával? Ott is két nap volt. Azt egy hosszú napnak tekintem, egy egybefüggő szentségnek tekintem, vagy két különálló szentségnek tekintem. Tehát akkor nézzük a misnát. Rábi udai, mérés, és van esem, hajai ar esemét is aber, ma arevadom, snél, iruvim. Éruvér is én nem izrach, vagy én mert éruvér is én nem izrach, vagy sejni nem májra, vagy sejni nem májra, vagy sejni nem izrach. Éruvér is én uba sejni kibne éri, éruvér sejni uba is én kibne éri. Laj hajdu laj hachamim. Rabbi Huda azt mondta, Rosh Hashana két napján lehet variálni a két nappal külön. És mondhatom azt, hogy Rosh Hashana első napjára az éruvom nyugatra szól. Rosh Hashana második napjára az éruvom keletre szól. Rosh Hashana első napjára nem csinálok éruvot, a második napjára csinálok keletre éruvot. Rosh Hashana második napjára nem csinálok éruvot, a első napjára csinálok nyugatra éruvot. Tehát lehet így variálni, és különben logikus is, hogy lehet így variálni Rosh Hashanakor még jobban, mint amúgy a ezt csak én teszem hozzá a péntek és a szombatnál, mert Rosh Hashanánál mondhatom azt, hogy így is ő is valójában csak az egyik nap ünnep. Tehát eleve mondhatom azt, hogy ha az első nap ünnep, akkor ez az éru, akkor csak egy éruvat csináltam. Ha a második nap éru, akkor az az éru, az egyetlen éru, amit csináltam. De bárhogy is legyen, lehet ezzel így variálni. Laj hajdu laj hachamim. De a bölcsek ezzel nem értettek egyet. Majd azt tisztálni fogja a Talmud, hogy kik voltak ezek a bölcsek. Megyünk tovább. Ajda már Rabbi Huda, mászne oda már kell kallabi, jöjjtövel isain. Második tanítás, amit mondott Rabbi Huda, hogy Rosh Hashana két napján megcsinálhatom azt, hogy fogok egy kosár gyümölcsöt, amiből még nem lett leadva a truma, a tized, és így tovább, és azt mondom, hogy ha ugye ünnepen, még csak erő háttérinfóként, tehát ünnepen én nem adhatnám le a trumát és a mászert ebből a gyümölcsből. Ugye, mert ezzel tikun, ezzel kiavítom a gyümölcsöt, és ezt tilos szombaton és ünnepen csinálni. De én most mit csinálok? Azt mondom, hogy itt van ez a kosár gyümölcs. Rosh Hashana első napja van. Azt mondom, ha ma van az ünnep, akkor nem csináltam semmit. De ha ma nincs ünnep, akkor legyen ez a gyümölcsnek ez a része a truma és a mászer. Oké? Okay? Majd eljön a második nap, és azt mondom, ha ma van az ünnep, akkor nem csináltam semmit, viszont akkor viszont tegnap már megcsináltam a trumát és a mászert. Ha viszont ma van az ünnep,
Ha viszont tegnap volt az ünnep, akkor most ugyanarra a gyümölcsre azt mondom, hogy legyen ez a truma és a mászer. Magyarul, ha így, ha úgy, én a trumát és a mászert leadtam, és ezért a második nap megehetem a gyümölcsöt. Ezt mondja Rabbi Jehuda. Ugyanígy egy bécesen nagyon dobi jemlése. Egy tojás, amit a tyúk megtojt az első nap. Ugye mit mondtunk? A béca, az ünnepen tojt tojás, az tilos megenni az ünnepnap, vagy sábeszkor, mert tegnap még nem volt meg, tehát ez mukce. De itt mit mondok? Itt azt mondom, hogy tegnap megtojta a tyúk a tojást. Ha tegnap ünnep volt, akkor ma már megehetem a tojást. Ha tegnap nem volt ünnep, hanem ma van ünnep, akkor kit érdekel, hogy tegnap megtojta a tyúk a tojást? Tegnap nem volt ünnep, tehát akkor az a hétköznap tojta volt a tojást, tehát továbbra is meg lehet tenni. A második nap bizonyosan meg lehet tenni azt a tojást. Vilaj, hogy gulaj, hacham. És ezzel se értettek egyet fel a bölcsök. De része benhár kínesz, hogy mert ha éven lifné, hát te iva, bíjém, te bíjém, te bíjém, és hanem, mert szénál sem le kénesz, hogy mert kénesz, hogy mi a jöjjön, mi le maha. Ule maha, 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 az imában is azt mondta Rab Dőisze Bára Kínosz, hogy egy ilyen kitételt kell mondani. Azt kell mondani, hogy örökké való Istenünk, segíts meg bennünket ezen az újhold napján, ha ma van újhold. Nem, pontosan úgy kell mondani. Segíts meg örökké való Istenünk ezen a napon, a újholdnak ezen a napján, akár ma van, akár holnap. Második nap pedig azt mondja, akár ma van, akár tegnap. Tehát folyamatosan érzékeltetni kell, hogy ez egy kételj, egy bizonytalanság okán két napos ez az ünnep. És erre ugyancsak azt mondták a bölcsek, hogy hajdulaj, hachamim, nem értettek egyet ezzel a tanítással. Ki az a bölcs, aki nem értette ezzel egyet? Ez a Talmudnak az első kérdése. Man loj hajdulaj, amar ráv Rabbi Jöjszihi. Ez nem más, mint Rabbi Jöjszi. De tánya mojdim hachamim le rabi elezebre és a sana, és a haja jare, sem a tiszáber, ve arev adam sniné e rubin, e vöjmer e rubin be rishen le mizrach, sniné le májrav, nem bicsú sniné le májrav, sniné le mizrach, e rubin rishen, sniné le kérgérini, e rubin sniné, e rubin sniné, e ugye, van egy brájta, ami a következőt mondja. A mi misnánkban tudjuk, hogy a vita Rabbi Lezer és a bölcsek között abban volt, hogy Rabbi Lezer azt mondta, hogy a péntek és a szombat, a péntek ünnep, és utána jön egy szombat, ez két külön szentség, és lehet variálni az éruvakkal. Lehet egy éruvot csinálni péntekre, egy másik irányú éruvot csinálni szombatra, és itt olyan. A bölcsek ezzel nem értettek egyet, ők azt mondták, hogy ez egy egybefüggő szentség. Viszont van egy brájta, amelyik azt mondja, hogy ugyanezek a bölcsek, egyetértettek Rabbi Lezerrel, hogy ha az ünnepről van szó, mármint Rosh Hashanáról van szó, akkor lehet variálni. Miért? Ahogy mondtam, azért, mert a Rosh Hashanánál biztos, hogy az egyik nap nem ünnep. Amikor van egy péntek és utána egy szombat, ott mind a két nap bizonyára ünnep. Viszont amikor Rosh Hashaná két napjáról beszélünk, akkor az egyik ünnep, akkor a másik nem. Ha a másik ünnep, akkor az egyik nem. És ezért egyetértettek ezzel, ebben az esetben egyetértettek Rabbi Lezerrel, hogy a Rosh Hashanah két napja az két különálló szentségnek számít. De a brájta végén úgy végződik, Rabbi Jaisi Jaiser, hogy Rabbi Jaisi ezt is megtiltotta. Akkor mit látunk? Hogy Rabbi Jaisi az, aki még a Rosh Hashanah napján is tiltja ezeket a variálásokat. De a mostani misnánkban ki az a bölcsek, idézőjelben, aki vitatkozik Rabbi Jehudával. Ki az a bölcsek, aki nem ért egyet Rabbi Jehudával, aki azt mondta, hogy lehet variálni az éruvokat, hogy lehet variálni a trumákat, hogy lehet variálni és megenni a második nap az első nap tojást, és így tovább. Ki ez? Rabbi Jaisi. Miért? Mert Rabbi Jaisi azon a véleményen volt, hogy ez egy hosszú nap. Hogyan fejezte ezt ki a Jaisi? A brájta folytatja, és azt mondja. Amár lehet, mi Jaisi? Ijátem majdim, sin bó édim, min a minchol a májla, sen a hágin összejön köidesül a macher köides? Azt mondta Rabbi Jaisi a bölcseknek. Hát nem értetek ti egyet velem abban, hogy Rosh Hashanah a két napja egy hosszú nap, egy hosszú, egybefüggő szentséggel? Hát akkor mit gondoltok? Ha, mi van akkor, hogyha a Sanhedrin ott üldegél az első nap, nem jönnek a tanúk,
meghozzák az áldozatot, a bezáró áldozatot, és ezzel tulajdonképpen lezárták a lehetőségét, hogy a Rosh Hashanai ünnepi áldozatot meghozzák, vége van, és utána mégis jönnek a tanúk, akkor ti is ennyit értetek azzal, hogy ilyen esetben nem vesszük figyelembe a tanúkat, és nem mondjuk azt, hogy a mai nap volt Rosh Hashana, és holnap már nincs az, hanem azt mondjuk, hogy vége, vége, most már két nap Rosh Hashana. Értitek? Ugye itt ő arról az esetről, vagy arról az időszakról beszélt, amikor úgy döntöttek a rabbik, hogy a utolsó áldozat meghozása után már nem fogadják a tanúkat. Ugye, ahogy a kis bevezetőmben mondtam. A Sanhedrin eredetően úgy csinálta, hogy várta, ha Elul 30-án jöjjenek a tanúk. Ha megjöttek a tanúk, akkor kiürlették, ma van Rosh Hashana, mert tegnap este látták a tanúk. Holnap, holnap már hétköznap van. Ha nem jöttek a tanúk, akkor várták, és most majdnem sötétetésig, meghozták a lezáró áldozatot, a mincha áldozatot, amit minden nap az utolsó áldozatként meghozták. Ezzel lezárták azt, hogy a ünnepi muszáfot például meghozzák, mert ezután a mincha áldozat után már nem lehet más áldozatot hozni. És azt mondták, hogy jó, akkor gyerekek, ugye ma nem volt Rosh Hashana, de a szafek, a két emiatt azért úgy csináltunk, mintha lenne az áldozathozatal kívül, azon kívül, holnap Rosh Hashana lesz. Viszont, hogyha ezután jön a tanuk, még a teljes besötétedés előtt, az nagyon kellemetlen, mikor kiderül, hogy ma volt Rosh Hashana, nem hoztuk meg a megfelelő áldozatokat, és akkor mi van? És erre azt mondták a rabbik, ha nem jöttek meg a mincháig, akkor onnantól fogva nem is fogadjuk őket. És úgy csináljuk, hogy két egybefüggő napot egy egybefüggő ünnepként, Rosh Hashanaként tartunk meg. Mit látunk ebből? Hogy a Rosh Hashana az mégis egy egybefüggő nap. Rabbi Yossi ezért mondja, hogy nem lehet variálni. Mit válaszolnak neki erre a bölcsek? Vera bonon, haszom ki hejhint, de löj le zálzelbej. Rabbik azt mondják, nem. Nem erről van, nem arról van szó, nem azért van ez a szabály, hogy akkor innentől fogva nem fogadjuk a tanukat, és a két napot egybe tartjuk, mert ez egy egy-egybefüggő szentség. Nagyon egyszerű. Az egyszerű ember mit fog látni? Hogy ha megengedném azt, hogy az első napot ő így két tejből végig tartotta, majd megjönnek a tanuk a nap végén, és akkor azt mondom, ja, sorry, az első nap mégsem volt Rosh Hashana, akkor minden évben komoly tanul vennék az első napot, aztán úgy sem lehet biztosan tudni még, hogy ez Rosh Hashana lesz, vagy sem. És ezért mondták a rabbik, hogy legyen a két nap egy egybefüggő ünnep. Nem azért, mert ez egy egybefüggő szentség, hanem mert nem akarták, hogy az emberek komoly tanul vegyék az első napot. Oké. Akkor ezt tisztáztuk. Rabbi Yossi tulajdonképpen itt a legszigorúbb, ő az, aki azt mondja, hogy még Rosh Hashana napján is, amikor bizonyára valójában csak az egyik nap ünnep, még itt is a két napot egy egybefüggő szentségnek tekintem, ezért nem lehet azt mondani, hogy az egyik napra ide teszem az éruvat, a másik napra oda teszem az éruvat, stb. Mert ez egy egybefüggő szentség. Oké. Okay. Rabbi Yehuda több dologban is állítást tett. Ez volt az első állítása, hogy szerintem lehet így variálni Rosh Hashana a két napján, és erre Rabbi Yossi vitatkozott, és azt mondta, hogy nem lehet, mert ez egy egybefüggő szentség. De Rabbi Yehudának volt még két másik tanítása is. Ugye az, hogy a trumát ezzel a feltételes móddal meghozhatom a Rosh Hashana két napján, mert azt mondom, az első napon, ha ma van ünnep, akkor nem csináltam semmit, de ha ma nincs ünnep, hanem holnap lesz ünnep, akkor most meghoztam a trumát. A másik nap azt mondja, ha tegnap volt az ünnep, akkor most meghozom a trumát. Ha nem tegnap volt az ünnep, hanem ma van az ünnep, akkor tegnap már meghoztam a trumát, és így megelti a másik napon a gyümölcsöt. Ugyanígy a tojás, amit megtojt a tyúk, nem megtyújtatok, hanem megtojt a tyúk az első nap. Azt a másik nap megehetem, miért? Mert mit mondok? Ha tegnap ünnep volt, akkor ma már megehetem a tojást. Ha pedig tegnap nem volt ünnep, akkor sem kit érdekel, hogy a tyúk megtojta a tojást. De nem ünnepnap volt. A kérdés az, hogy ez mind tök jó, nagyon szép, ugyanazt a logikát követi, de miért kell három példát mondani? Ugyanaz a logika, hogy vagy ma van az ünnep, vagy holnap van az ünnep, vagy ma van az ünnep, vagy tegnap volt az ünnep. De miért kell erre három példát mondani? Mindig, amikor három törvényben fejezem ki ugyanazt a logikát, akkor arra valami miatt szükség van. Azért van szükség, mert ha csak az egyik példát mondanám, akkor nem tudnám, hogy a másikra is igaz. Valamilyen módon kiegészítik ezek a precedensek egymást, és azt fogjuk most próbálni megérteni, hogy miért volt Rabbi Yehudának szüksége ugyanazt a logikát elmondani ebben a három különálló esetben. Ucriha, de ilyas minaros, és sanna be halkal már, ami Yehuda misum, de lajka avid midi.
Ával kell kala, de mi házeke mi száken tívle, én mi majd ide leurában. Először is, ha Rebbe Jehuda csak az éruvról beszélt volna, és nem beszélt volna a truma meghozataláról, akkor azt mondhattam volna, hogy ja, éruval lehet variálni, mert mind a, az éruv, mind a két éruvot még az ünnep előtt raktam ki. Kirakok egy éruvot keletre, kirakok egy éruvot nyugatra, még Rosh Hashana előtt, és azt mondom, hogy az első napjára Rosh Hashanának ez lesz az éruv, a másik napjára az lesz az éruv. Nem, de ünnepen nem csinálok semmit. Viszont a trumát, amikor ilyen feltételes módban hozom Rosh Hashana első napján, és Rosh Hashana második napján, akkor én is csinálok valamit, akkor a külső szemlélő azt fogja gondolni, hogy én megszegem az ünnepet, és ezért azt gondolhattuk volna, hogy ez tilos. És ezért mondja Rabbi Yehuda ezt a példát is. Víjas minálháni tárti, misun de lékeli mikzele jáhú, ával beicedékeli mikzele bej, misun pérjösszön nősi, misun másként az avó, én majd illőre banan szíha. Oké, és miért kellett mindezek után még a Rosh Hashana első napján tojást is említeni? Mert ott azt gondolhattam volna, hogy az nagyon hasonlít olyan más esetekhez, amikor valami nem tilos, de nagyon hasonlít egy tilos dologra, és ezért megtiltják a bölcsek. És azt gondoltuk volna, hogy itt is ez meg van tiltva. Mi az, amit megtiltottak a bölcsek? Mondjuk például, emlékezzünk vissza a Sábesz traktátusból, például azt mondtuk, hogy egy gyümölcsöt tilos kifacsarni szombaton, és ugyanígy tilos annak a gyümölcsnek a levét meginni, ami magától facsaródott ki, és ennek a különböző variációról nagyon hosszan beszéltünk a szombat traktátusban. Vagy ugyanígy egy gyümölcsöt tilos letépni a fáról szombaton, tilos megenni egy gyümölcsöt, ami magától esett le a fáról szombaton. És gondoltam volna azt, hogy ugyanennek a logikának a mentén a tojás, amit megtojt a tyúk Rosh Hashana első napján, az tilos a másik nap, hiába a logika azt diktálná, hogy szabad legyen, mert vagy tegnap volt ünnep, és akkor ma már jó, vagy tegnap nem volt ünnep, és akkor eleve jó. És ezért kellett a harmadik esetet is mondani, mert nem tudtam volna az első két esetből feltétlenül kikövetkeztetni, hogy ott is ez a törvény. Oké. Most nézzük meg a részleteit annak, hogy ami a második törvény Rabbi Yehudának, hogy előttem van egy kosár gyümölcs, és azt mondom Rosh Hashana első napján, hogy ez legyen a truma és a mászer a gyümölcsből, ha ma nincs ünnep. Ha ma ünnep van, akkor nem szóltam semmit. És Rosh Hashana második napján pedig azt mondom, hogy ha tegnap nem volt ünnep, akkor a tegnapi truma számít, és most nem mondtam semmit, de a tegnap ünnep volt, akkor most legyen ez a truma, ez meg ez a mászer, és meghozom a trumát és a mászert. Hogy kell ezt csinálni? Tánja a kétszáda már, ami Huda, mászlandom álkalkal, mi nem tudom, is le éhlam, és én a jülefanom stékalkal, és eltelve, hogy mert ima jajjaim hajlom, akar kérd, stézői truma áll, zaj, ima jajjaim kérd, és a makar kérd, én bent varáj klum. Mikor a sem, mondom, nikha, a makar, ima jajjaim kérd, te áll, zaj, ima jajjaim kérd, és én bent varáj klum, mikor a sem, éhla, nem jajszi, jajszi. Ugye itt a Talmudcsok most végigvette gyorsan ezt az esetet, és ugye ahhoz, hogy ne is kell mozgatnom, mert ugye az azért furcsa lenne, hogy a gyümölcsből félreteszek egy részt. Nem is csinálok semmit, van előtte van tulajdonképpen két kosár gyümölcs. Mondjuk egy kis kosár, meg egy nagy kosár. És nem csinálok semmit, fizikailag nem is nyúlok hozzá. Csak azt mondom, hogy ez a kis kosár tartalmazza a trumát és a mászert. Ugye azt emlékeztették mindenkit, hogy a truma és a mászer ugye egy adott mennyiség, de nem kötelező, hogy csak annyi legyen. Lehet több is. Tehát, hogyha én több mint egy tizedet adok tizedként, vagy több mint 2%-ot adok trumaként, az tökéletes. Itt is erről van szó. Azt mondom, hogy ha ma nincs ünnep, akkor a kis kosár legyen a truma és a mászer a nagy kosára. Ha ma ünnep van, akkor nem szóltam semmit, és másnap pedig azt mondom, ha tegnap volt ünnep, akkor ma a kis kosár tartalma legyen truma és mászer a nagy kosára. Ha ma ünnep van, akkor a tegnapi mondás legyen az, ami érvényes. És erre mondta azt, hogy jöjjszi, hogy ez tilos. Sőt, Rabbi Yossi még valamit hozzátett a brájtában. Chénaja Rabbi Yossi, oiszer, besnéja, jamim, tövim, sel galiusz. Rabbi Yossi, ugyanazt a logikát, amit most elmondtunk Rosh Hashanára, ugyanezt a logikát alkalmazta a diaszpóra két ünnepnapjára általában. Ugye, mit mondtunk? Minden ünnep két napos volt a diaszpórában,
Ugyan ami miatt Rosh Hashanah még Izraelben is kétnapos volt. Miért volt minden ünnep kétnapos a diaszporában? Azért, mert nem tudták. Miért volt az ünnep kétnapos? Miért volt a Rosh Hashanah kétnapos még Izraelben is? Mert ott Rosh Hashanáról még ott sem tudták, hogy melyik napra esik. Ugye? Mert Rosh Hashanah maga az egy új hold. És mit mondott Rabbi Yossi? Ugyanaz a logika, amit én mondok Rosh Hashanah kapcsán, hogy ez egy egybefüggő nap. Ugyanez igaz Budapesten, a diaszporában az ünnep, bármilyen ünnep kétnapos egységére. Ami azért egy elég erős állítás. Mert ugye Rosh Hashanahnál lehet azt mondani, hogy a bölcsek emiatt az előbbi probléma miatt, hogy nehogy a tanúk később jöjjenek, és ők nem voltak fölkészülve rá, blablablablabla, most nem fogjuk az egészet végigmondani, emiatt úgy döntöttek, hogy ez egy hosszú nap legyen. De a diaszpora második ünnepnapjának az eleve ott csak a szafek, a kétel miatt van két nap. Úgyhogy mindjárt látni fogjuk, hogy nem is mindenki ért ezzel egyet. Történet. Következik. Mese. A húre bár távja, de assza le bére is galusza, de itt sztárt bélyeim tőv is, és a galjöz viskat bélyeim tőv séni, nákman rabhiz, de akkor rabhiz, és azt lejaha. Egyszer vendégeskedett Rav Chisda, Rav Nachman és Rav Seishes a babiloniai zsidó fejedelemnél. És mit szolgáltak föl? Egy szarvashúst. Ünnep volt, két napot tartottak, mert ugye Galut, tehát diaszporában vagyunk. A biztonság kedvéért két napot tartottak az ünnepből. És ez a szarvas, ez el lett fogva, vagy csapdába lett ejtve az ünnep első napján, és le lett vágva az ünnep második napján. Ugye, és pontosabban a csapdába ejtés az nem zsidók által történt. És az ünnep második napján voltunk, Rav Nachman és Rav Chisda gond nélkül ettek ebből a, hogy is jákból, ebből a szarvashúsból. Rav Seishes viszont nem evett a szarvashúsból. Miért evett Rav Chisda és Rav Nachman? Mert ha az első nap, ha ma van ünnep, mi a gond? Tegnap elfogták a szarvast. Ünnepen szabad a szarvast levágni. Tehát nincs gond. Szabad ugye egy állatot vágni, mert szabad főzni is ünnepen. Ha tegnap volt ünnep, és tegnap elfogták a szarvast, akkor tilos lenne ma megenni, vagy az ünnep után megenni, mert tilos ünnepen készülni hétköznapra, de most már eltelt egy nap, és most hétköznap van. Akkor semmi gond, mert ugye csak annyi van, hogy meg kell várni azt az időt, amennyi ideig tartana, amúgy elfognak. De is se jársz, amennyi ideig tartana, hogy elfog azt az ünnep, vagy szombatszegést elkövessék. Tehát Rav Nachman és Rav Chisda ezzel a logikával, hogy vagy ma van ünnep, vagy tegnap volt ünnep, ezzel a logikával kisakkozta, hogy meg lehet enni ezt a szarvashúst. Rav Seishes viszont nem ette meg. Amar Rav Nachman májel vidédlére Rav Seishes, de laj achel biztra de távja. Azt Rav Nachman, jaj, mit kezdjek veled Rav Seishes, hogy nem eszed meg ezt a húst. Magyarul nem nagyon akart elfogadni Rav Seishesnek az álláspontját. Amar Rav Seishes, vagy Eichi Achil, hogyan ehetném meg, mondta Rav Seishes. De Tani Iszi, amikor Iszi azt tanította a Brájtában, hogy a két ünnepnap, amit a kétel miatt tartunk a diaszporában, az ugyanolyan, mint Rosh Hashanah, egy egybefüggő szentségnek számít. És ezért én nem veszem ezt a variálást, ezt én nem veszem elfogadhatónak, hogy vagy tegnap volt, vagy ma van, vagy tegnap volt. Mert ez egy egybefüggő ünnep. Ugyanolyan, mint a Rosh Hashanah két napja, ami egy egybefüggő ünnep. Amar Rav, umájkus, dilma hachika, ammár vechén haja Rabbi Yossi, őszer, bisnéje, mint te, mint se Rosh Hashanah be gajla. Azt mondta erre Rav, na. Hát lehet, mert akkor fölmerül a kérdés, hogy tényleg Rabbi Yossi ugye azt mondta, hogy ugyanígy kell eljárni a diaszporában a két napon, mint ahogy eljárok Rosh Hashanah kapcsán a két napon. Mit fog erre mondani, mit mondott erre Rav Chisda és Rav Nachman? Mert Rav Seishesnek úgy tűnik, hogy igaza van. Rabbi Yossi azt mondta,
hogy ugyanúgy, ahogy a Rosh Hashanah az egy-egybefüggő hosszú ünnepnap, ugyanígy a diaszpóra bármelyik két ünnepnapja az egy-egybefüggő ünnepnap, ha tényleg ezt mondta, akkor ezt a szarvashús nem lehet megenni. De ez nem így van, mondja Rav, miért? Mert nem így kell, rosszul maradt fönn Rabbi Yossi mondása. Rabbi Yossi nem azt mondta, hogy minden ünnep két napja a diaszporában olyan módon egybefüggő, egy szent ünnepnap, mint amilyen egybefüggő szent ünnepnap a két nagy napja Rosh Hashanának Izraelben, hanem azt mondta, hogy Rosh Hashanának két napja a diaszporában ugyanolyan, mint Rosh Hashanának két napja Izraelben. Azt mondja a Talmud, na jó, de akkor a kifejezés nem jó. Mert ő nem azt mondta, hogy a diaszporában, hanem a diaszpora ünnepnapjai. Amra vászium, májkus, egy ilma, akit a Amár, vagy Héner, vagy Iszusért, néha, mint Tanyus, a Galiasz, és néha, mint Tanyus, de Bonon, de Saru. Akkor a Talmud egy másik irányba akar a Rabbi Yossi mondását variálni, vagy korrigálni, és azt mondja, Rabbi Yossi tulajdonképpen azt mondta, hogy Rosh Hashanah két napjával kapcsolatban ugyan én azon az állásponton vagyok, hogy nem értek egyet Rabbi Judával, nem értek egyet Rabbi Lezerrel, és ez nem két különálló nap, hanem egy-egybefüggő nap, de egyet értek velük a diaszporában a két Rosh Hashanah két napjával. Áskehé Rav Seishes, Rababar Shmuel, Vamre Tanemar Midibik Dushes, egyszer Rav Seishes ezután az eset után találkozott Rababar Shmuellel, aki nagyon jó ismerője volt a brájtáknak, és azt mondta neki, te, volt ez az eset, hogy én nem ettem meg a szarvashúst hivatkozva erre a brájtára, amiben nem világos, hogy Rabbi Yossi mit mondott, de én úgy tudtam, hogy azt mondta, hogy bármilyen ünnepnap a diaszporában olyan, mint Rosh Hashanah Izraelben, egybefüggő szentségnek számít. Te mit tudsz erről, ezekről a szentségekről? Neked hogy maradtak ezek fent? Amer lejt a nina majd Rabbi Yossi b'snei jamim tevim shel galius. Azt mondta, én úgy tudom, hogy a brájta azt mondja, hogy Rabbi Yossi nem azt mondta, hogy a diaszpora két ünnepnapja olyan, mint a Rosh Hashanah két napja Izraelben, hanem azt mondta, a diaszpora két ünnepnapjával kapcsolatban egyetértek veletek, hogy az két különálló szentség. Igaz, hogy Rosh Hashanah két napjával kapcsolatban vitatkozok, de Izraelben, de a diaszpora két ünnepnapjával kapcsolatban egyetértek. Ojvej! Akkor a Seishes rájött, hogy ő neki nem volt igaza. Én azt mondta a Seishes, amely lé, ím és káhasz léú, laj, téma léú, laj, mida. Azt mondta a Seishes, ha találkozol Rav Nachmannal és a Frizdával, meg nem mond nekik, hogy ez a helyes változat, mert én szégyenbe fogok kerülni, nem nekem volt igazam, hanem nekik. Idáig tartott a mai tanulás, pontosabban a ma reggeli tanulás, mert ahogy ígértük, kivételesen az ünnepre való tekintettel és arra készülve, ma este ismét találkozunk, hogy egy lappal előbbre legyünk, és így ne kelljen később pótolni a szombaton elmaradt tanulás, ugyanis szombaton és vasárnap Rosh Hashanah lesz, ünnepnap lesz, úgyhogy találkozunk ma este olyan 9:30 körül, ezt előre fogjuk jelezni, holnap reggel a szokásos időben, pontban 7:30. Mindenkinek kívánok egy jó beírást és jó bepecsételést a következő évre, Shana Tova Umetuka, és azok, akik kellően biztonságosnak érzik, azokat nagy szeretettel látjuk. Óbudai zsinagóga előtt egy hatalmas kültéri sátor lesz felállítva, aminek nem lesznek falai, tehát nem leszünk beltéren, mindenki fog kapni egy gyönyörű maszkot, és meg lehet tartani így az imákat. Mindenkit sok szeretettel várunk, azért ne hagyjuk ki az imádkozást, ha lehet. Mindenkinek minden jót!